A 70-es években voltunk építészhallgatók, egyetemisták, és akkor valahogy részben talán nyugatról is, de valahogy itt is volt egy ilyen mítosz, egy ilyen hiányérzet az igazi közösségek után. Ugye már a régi organikus közösségek, falu közösség, vagy a munkás közösségek, ezek akkorra már abban a létező szocializmusban eléggé megkoptak, vagy kiirtották őket, és akkor egy ilyen hihetetlen hiányérzet volt az egyetemen, azzal kapcsolatban is, amit tanultunk, ugye ez a strukturalizmus, a rendszerelmélet kezdett bejönni, a panel, az újfajta városépítészet, és nem találtuk a sztorit, a vonzó történetet, hogy mihez lehetne itt csatlakozni igazából, és akkor kitaláltuk az egyetemen, hogy akkor elvégezzük, de együtt maradunk. Keresünk egy jó kis várost, nem maradunk Pesten, mert az szétszilál. Elmegyünk vidékre, és akkor ott szépen együtt megváltjuk azt a várost. És akkor elmegyünk a tanácshoz, elmegyünk kivitelezőkhöz, de főleg tervezőkhöz, és csinálunk építészetet. Ez volt az idea. Itt befűzök egy éni szálat, hogy én ugye piarista diák voltam, és nekem ez egy kicsit összejött azzal is, hogy a szerzetes közösség az hogy élt, és hogy élhet a 20. században. Hogy lehet-e komolyan, igazán komolyan, tehát vérrelvenően komolyan közösséget építeni és megélni mondjuk a 1970-es évek Magyarországán, most függetlenül szocializmustól, kommunizmustól, minden nyavajakorságtól. Régi Nagy-Magyarország központi főgimnáziuma épült itt meg 1914 és 17 között az északi szárnyban, a déli szárnyban pedig a körülbelül 80-100 fős rendház, központi rendház, és a tartományfőnökség is ide települt. A II. Világháború után 48-ban államosítás, 50-ben aztán a rendek feloszlatása, illetve a piaristák beszűkítése és áttelepítése a Mikszáth térre. 1990-től nyílik újra lehetőség a visszatelepülésre. Úgyhogy hosszas vajúdás után végül is a 2000-es évek elejére megszületett a döntés, hogy akkor visszaköltözik a pesti gimnázium és a rendház és a tartományfőnökség ide a Dunaparti házba. És akkor jöttünk mi egy koncepcióval. Valamilyen módon fontosnak éreztük a város felé való nyitást, hogy visszaadni egy kicsit a városközpontnak ezt a kulturális és barátságos arculatát, és ezért, meg hát egyébként is fontosak voltak a bérbeadandó területek, úgyhogy így alakult ki a koncepció, hogy az alsó szinteket teljes egészében bérbe lehet adni, és különböző vendéglátóhelyek és üzletek számára hasznosítani, sőt a II. Világháborúban lebombázott és 5 évtizedig lapos tetős teraszként működő Dunaparti tetőt részt is az eredeti tetőidőmmel visszaállítva ott is további bérterületeket, ott bérirodákat lehetett kialakítani.